Az értéknapokról annyit kell tudni, hogy különböző pénzügyi instrumentumonként, másként, más időpontban, más jelentőséggel funkcionálhat. Például az opciók esetében értéknapokat meg szoktak határozni különböző instrumentumoknál későbbi időpontokra, amikor is ezen az értéknapon megnéznek egy adott instrumentumnak egy bizonyos árfolyamát, amit szoktak Európai Központi Banknak különböző devizárfolyamaihoz viszonyítani, vagy akár különböző részvényárfolyamoknak valami átlag vagy záróértékét szokták megnézni ezeken az értéknapokon, és ezen az értéknapon az adott instrumentum sajátosságaitól függően, amikor megvizsgálják, hogy mi történt a háttérben az opciós ügyleteknek megfelelően, akkor utána egy-két-három napos elszámolással bizonyos pénzügyi eredmény fog mutatkozni az ügyletek mögött. Ez attól függően, hogy úgynevezett európai vagy amerikai opcióról van szó, részvény vagy deviza opcióról, illetve milyen országban, milyen tőzsdéken vagyunk, eltérő paraméterekkel rendelkezhet az adott értéknap.